Szeretettel köszöntök mindenkit, remélem nem kell bemutatkoznom, mindenki ismer. Hát én nagy orosz asszony voltam, még meg nem tértem, talán a világ legrosszabb asszonya, mert mindig a másba kerestem a hibát, holott az igébe is az, hogy nem más szemében nézd meg a szálkát, hanem a sajátodba gerendál, de én nem láttam meg. És mikor Misi bácsék közén kerültek, próbáltam járni az hozzájuk, előbb szórakozásnak vettem az egészet, de valami megfogott az igáltal, hogy utána vágytam már. És hiába vittek el 2007. június 17-én Sárszentlőrincre, mégse tértem meg. Voltam több helyen velek, ahhoz kellett egy jó pár év, 2009-ben akartam a lányommal menni. De a kisebbik fiammal történt egy olyan baleset, hogy nem tudtam elmenni. Istenem, pedig vágytam, miért nem engedett? De bizony adott egy olyan alkalmat, hogy rá két hónap múlva elmentem, és átadtam az Úrnak az életemet. De 12-ben kétszer volt az, hogy én vissza akartam fordulni az Úrtól, de hálás vagyok a lelki testvéreknek, a cigán missziónak, hogy nem engedtek. Támogattak lelkileg, és 2014-ben volt egy súlyos baleset a fiammal, de hálát adok az Istennek, hogy abból is kilábalt, és adott nekem olyan erőt, hogy akinek a teher nyomta vállát, tudtam kérni a missziót, meg a hívőtestvérek, hogy így imádkozzanak őért, és hogy az nagy teher ne nyomja a vállát. Utána rá 7 hónap múlva a páromat elvesztettem, 2 hónap múlva elmentem Biotorbágyra, és ott nekem megmutatta az Úr, hogy el kell engednem, mert nem sajátom, nem tulajdonom, csak társam volt az életbe. És próbál engem formálni úgy, hogy a családom felé, mert ugye volt egy olyan fiam, aki nagyszájú volt velem, de az adott nekem annál lázatot az Úr, hogy igen, most már megvan a gyümölcse, mert az én gyermekem nem hogy kiabál, hanem bocsánatot kér és alázattal beszél, amit tőlem kapott. Jó, nem az én dicsőségem, hanem az Úré. De próbálok úgy viselkedni, hogy a gyerekeim is talán-talán hitre jutnak, mert Kati után a második lányom is, hálát adok az Úrnak, megtért az Úr gyermeke, de szeretném, ha még többen lennénk a családba. Hát ezt kérem nagyon az Úrtól, hogy ebbe segítsen meg engem, meg próbálok, nagyon imádkozok az Úrhoz, hogy engedje, hogy leszokjam, letegyem a cigarettát, mert magamtól nem tudom. Ennyit akartam. Magyarok felé volt-e gondod? Hát a magyarok felé nem volt gondom, mert próbáltunk beilleszkedni úgy a társadalom felé, hogy minket elfogadtak úgy, mint nem cigánt. És ezért hálás vagyok, hiába 12 gyereket neveltem, de hál' Istennek ilyen probléma nem volt közöttünk. És másik cigányok felé? Hát a cigányok felé meg az, hogy inkább én voltam a rossz, nem a cigányok.